Na hát ennyit a csodás Emily Blantról, de mielőtt rátérnénk a... No hát ennyit a csodás Emily Blantról, de mielőtt No de ennyit a csodás Emily Blantról, mielőtt viszont rátérnénk... Mielőtt viszont... Akkor mondom én. No de ennyit olyan... Hát eddig én is eljutottam. Na de ennyit a csodálatos Harry Potter... Sziasztok! Itt ülmentem Gáspár, én Zalus vagyok, ez pedig itt az IGN Start legújabb adása, melyben átveszük a hét legfontosabb filmes és sorozatos bemutatóit, játékos megjelenéseit, sztorizgatunk egy kicsit a 40 éves Emily Blantról, majd megválaszoljuk a hét kérdéseit, például azt is, hogy miért tűnt el a pontozása játékos rovatból. Úgyhogy adjunk neki! Na ugye múlt héten a hangya volt a mozizás központjában, most ezen a héten egy másik állatra fókuszálunk majd a filmszínházakba, egy medvére, és méghozzá nem egy akármilyen medvére, hanem egy bekokózott medvére, a kokai medvéről van szó, ugye ez egy megtörtént esetet dolgoz fel ez a film, mondjuk ott az történt, hogy megett a kokaint, aztán elpusztult, itt nem az történt. Ez nem lesz ennyire lapos. Igen, igen, megeszi a kokót, és nagyon fel fog pörögni, és további kokainra fog vágyni. Meg és rengeteg embert meg fog benne zabálni, meg széttépni. 18-as karikás lett a film, úgyhogy biztos nem fogják vissza magukat az erőszak, meg a vér, meg a gór tekintetében. Ez de már az előzetesből is, igen, az előzetesből is látszott, hogy kemény jelenetekre számíthatunk. Egy probléma van ezzel a filmmel, nem. Egy probléma lehet ezzel a filmmel, hogy Elizabeth Banks rendezte, aki legutóbb egy a Charlie Angyali remake-et csinált, ami nem sikerült túl jól. Azt hittem az a probléma, hogy nem trilógia rögtön. Ja, azt egyébként mondta, hogy utána szívesen csinál egy másik bekokózott állatról filmet, hogy gyerünk! Milyen állatról nézné meg szívesen? Egy bekokózott lajáról. Az olyan lenne, mint egy normál. Ma jó. Még jó, hogy nem visz forgatókönyveket. Nincs benne nagy sztori, de... A másik nagy bemutató a héten, hát nem tudom mennyire lesz nagy bemutató, mivel az egész egy képernyőn játszódik majd, ez az Eltűnt című film, ami igazából a Keresés című thrillernek a farvizé neve, sőt, állítólag egy univerzumban is játszódik a két film. Egy kijelzőn keresztül követhetjük nyomon, ahogy egy kislány az eltűnt anyja után jön az. Én a Keresést ezt szerettem, csak nem tudom, hogy kétszer el lehet-e adni ugyanezt az ötletet, bár hogyha sikerül feszülten. Ez már kétszer, mert egyébként már volt már hasonló történet, azt nem mutatták be nálunk, a film címe nem jut eszembe, de ott ilyen terrorizmust járt körül egy ilyen hasonló ilyen screen thriller. Jó, végül is, hogyha a sztori izgalmas, meg jól meg tudják oldani, akkor oké, csak már nem lesz akkora újdonság ez a, igen, ez a de egyébként egyfajta ilyen realizmus sugal, vagy kíséri ezt a megközelítést, úgyhogy én szívesen be fogok rá nevezni. Ha esetleg otthon moziznánk, akkor a Netflixnek a bemutatóját tudjuk ajánlani, a Szellem van a házunkban című családi mozit, melyben egy szellem van egy házban, milyen meglepő. Egyébként ez egy barátságos szellem, David Harbour játsza, és a beköltöző család így találkozik vele, és utána azt teszik észre, hogy a videó, amit csináltak róla, az marha nagy népszerűségnek kezd el örvendi a neten, és így bedobják a közösbe a szellemet, úgymond. És egyre többen jelennek meg a háznál, és akarnak találkozni a szellemmel. Wow. Egyébként Christopher Landon rendezte a Happy Death Day to You, mi volt annak a magyar címe? Boldog halálnapot rendezője, meg a Freakynek a rendezője, úgyhogy ez jó pofa. Pedigrével rendelkezik. Nem szeretted ezeket a filmeket? Hát annyira nem, de David Harbour kéne szellem, egy új beszélgető partner. Mint egy influencer szellem. Jöhet, nem? Jöhet. Sorozatos bemutató, nagyon sok nem lesz a héten, jön a Bel-Airnek a második évada, ami ugye a Kaliforniába jöttemnek a, nem is tudom, egy ilyen új megközelítése. Újragondolása, igen. Hát sokan eléggé furán fogadták ezt a komolyan megközelítést, de hát elég nagy siker lett ahhoz, hogy elkészüljön a második évada. És a Peacockra jön, tehát hozzánk is jönnie kéne a Sky Showtime-nak köszönhetően. Most már jön is fog. Igen, most már van Sky Showtime. Egyébként előfizettetek rá, írjátok meg a véleményeteket a kommentek között. Miért levegőboxoltál? Nem tudom. Na de ennyit a filmpremiérekről, meg a sorozatos bemutatókról, térjünk rá a játék megjelenésekre, mert azt hiszem lesz néhány. Nem kevés. Adjunk is neki gyorsan. A hét legfontosabb történése természetesen a PSVR 2 megjelenése lesz, ami az új hardware, a Sony virtuális valóság eszköze. Rengeteg játék jön hozzá, több mint 40 cím mutatkozik be a PSVR 2-n. Igaz, ezeknek egy jó része az első PSVR-ről felújított játékok, mert hogy nagyon más a technológia, úgyhogy egy kicsit át kellett dolgozni őket.
Úgyhogy... Minden más a technológia egyébként? Hát például van benne szemkövetés, tehát amerre nézel a VR-ben, azt a részét élesíti ki a képnek, így a teljesítménye is jobb a hardvernek, meg vannak benne olyan funkciók, például a Horizon Call of the Mountain-ba, ami az egyik launch cím lesz, és az egyik legnagyobb megjelenés, hogy amerre célzol, és oda nézel, akkor segít a célzással, segítéssel. Úgyhogy elég jó dolog ez a PSVR 2, bevallom őszintén, én annyira nem vagyok oda a VR technológiáért, viszont kipróbáltam a Horizon játékkal, és hát elég jó volt. Igaz, rengeteg sziklamászás van benne, meg nyilazni kell egy csomó mindent. Elfáradsz közben? Nem, izomlázom lett egész konkrétan. Wow. Hogy így mászol föl, rengeteg hegyet kell megmászni. Lehet, hogyha ezt csinálod, attól még nem lesz izomlázod, miért akkor így visz... Csináld azt 3,5 órán keresztül. Ki a fene akarja 3,5 órán keresztül csinálni? 8 órás játék egyébként, de a lényeg az, hogy a VR érdekel titeket, akkor mindenképpen próbáljátok ki, csak PS5-tel működik a headset, de a tesztünket valahova majd belinkeljük, ahol mindent elmondunk róla, hogy mit kell tudni. Emellett is lesznek szép számmal megjelenések, valamiért mindenki ideidőzítette a játékait, vagy legalábbis sokan. Például az Atomic Heart, amit nagyon-nagyon várunk, ugye ez egy alternatív valóságban játszódik, ahol a Szovjetunió lenyomta a nácikat, és robot nagyhatalom lett, és valamiért egy szovjet ügynökkel egy olyan területet kell átkutatnunk, ahol tele van gyilkos robotokkal, és hát persze le kell őket zúznunk. Fantasztikus. Ha ez nem csinált kedvet nektek hozzá, akkor nézzétek meg a Jensen Ackles főszereplésével készült trélert, amiben ő is szétzúz robotokat, úgyhogy az megfozza majd a hangulatotokat egészen biztos. Ami érkezik még, a Blood Bowl 3, ami az amerikai focinak egy fantasy átdolgozása, ugye ez már a harmadik epizód, mindenféle lényekkel kell lenyomnunk egymást, és természetesen itt a gyilkosság, a másiknak az agyonverése, ezek sem tiltott dolgok, úgyhogy... Be kéne vezetni egyébként. No. Persze csak finoman, de nem kell legyilkolni az ellenfelet, de esetleg meg lehetne fűszerezni a focit, hogy többen nézzék. Itt minden ilyen vágyatokat kielhetitek. Úgyhogy ez teljesen rendben van ebben a játékban. Bruno Fernandes. Bocsánat. Bocsánat a Manchester United rajongóktól. Jól van. Némivel több gondolkodást igényel a Company of Heroes 3, ami egy valós idejű stratégia, és természetesen a világháborúban játszódik. Az észak-afrikai frontot és az olasz frontot ismerhetjük meg benne. Ez benne kampány, multiplayer, és nagyon nagy fokú lesz benne a rombolhatóság. Ez a szériában most először lesz ilyen komolyan véve, úgyhogy ha szeretitek a stratégiát, akkor viszont erre a címre szavazatok inkább. És akkor még mindig nem végeztünk, ugyanis érkezik a Like a Dragon Ishin, ami a 2014-es Yakuza spin-offnak a feldolgozása, ami nem jelent meg a nyugaton, csak Japánban, és ennek az a különlegessége, hogy a szamuráj korba látogatunk vissza, és ott egy ilyen nagyon brutális, nagyon véres, ilyen over the top bosszú sztoriban lesz részünk, amilyen általában a Yakuza játékok, csak ugye azok modern környezetben játszódnak, de azért a kard mellett itt is lesznek lőfegyverek, úgyhogy nagyon látványos bunyókat és gyilkosságokat vihetünk. Gondolom karaoke bárba, akkor most nem kell menni. Ezt nem tudom, de lesznek benne őrült mini játékok, ahogy a Yakuza játékokban is, úgyhogy ha bírjátok azt a stílust, akkor mindenféleképpen tegyetek vele egy próbát. Érkezik még az Octopath Traveler-nek a folytatása, ami a Nintendo egyik sikerjátéka volt, ugye ez a különleges 2D HD-s megjelenítéssel nagyon szuperül nézett ki, egyébként ez egy szerepjáték, most ez egy kicsit modernebb korszakban játszódik, és ugyanúgy 8 főhőssel kell egy sztorit fölgöngyölítenünk, különböző utakon jutunk majd el egy összefonódó egész sztorivá, úgyhogy tök izgalmasan hangzik. Emellett érkezik még, ha már Nintendo, akkor az új Kirby játék is, ami egy ilyen nagyon cuki, ilyen platformer, kooperatív játékmodokkal, úgyhogy ez egy igazi családi szórakozásnak ígérkezik. És végezetül jelenleg, amikor azt az adást felvesszük, a Steam népszerűségi listáján, a wishlisteken az első helyen áll a Sons of the Forest, ami a horrorjáték, a The Forest című horrorjátéknak a folytatása, és hát elég beteg hangulata van, lezuhanunk egy szigeten, ahol aztán természetesen kanibálok, mindenféle fura lények, és egy teljes egészében felfedezhető föld alatti világ is rendelkezésünkre áll majd, na meg lőfegyverek, az előző részhez képest ez lesz újdonság, de természetesen mindent nekünk kell majd kraftolnunk, összeszednünk, a túlélésünket biztosítanunk, és ami a nagyon különlegessége, hogy lesz benne egy AI társunk,
akit úgy magyaráztak a fejlesztők, hogy miért csak ilyen nagyon alapvető dolgokat tud végrehajtani, hogy a landolás közben, amikor a repülővel lezuhanunk a szigetre, akkor agysérülést szenved. És szegény ezért csak ilyen egészen egyszer nem tud beszélni, és egyszerű feladatokat tud csak végrehajtani, de rá is vigyáznunk kell, mert őt is ki tudják nyírni ezek a különböző szigeten. Hát valami ilyesmi, de szerintem szenzációs a magyarázat. Szóval ezek lesznek a heti játékbemutatók, úgyhogy lesz miből válogatni. Le a kalap a Gáspár előtt, próbáltam mindenféle hülyeségekkel kézökkenteni itt a monológia során, de nem sikerült, úgyhogy... Fókusz! Tapsot érdemel Gáspár, és hogyha szeretnétek hasonló videójátékos, vagy esetleg ilyen filmes, meg sorozatos tartalmakat látni az IGN-en, akkor mindenképpen iratkozzatok fel ránk, és nyomjatok rá a követésgombra, és még egy szuper köszivel is megköszönhetitek főleg Gáspár munkáját. Most pedig lássuk a hét érdekességét. Hát képzeljétek, Emily Blunt mindidők egyik legszebb és legtehetségesebb színésznője, akár írásba is adom. Ezen a héten tölti be a 40. életévet, úgyhogy gondoltuk, sztorizgatunk egy kicsit róla. Gondolunk is rá közben. Na hát ugye ő is azon színészek és színésznők sorát gyarapítja, akik kiskorukban dadogással küzdöttek, és a színészet segítségével tudták leküzdeni ezt a kényszerüket. Ugye ezt valahogy úgy kéne elképzelni, hogy ugye eljátszottak valaki mást, aki nem dadogott, és amikor a szerepben voltak, akkor már ők sem dadogtak. Ugye ilyen volt Samuel Jackson is, meg James Earl Jones is. Igen, de hát Bluntnak a karrierje amúgy sem indult túl, színészi karrierje túl jól, ugyanis először egy zenei producer kinézte magának, mert meglátta benne, hogy egy tehetséges énekesnő is, amit egyébként bizonyított például a Mary Poppins Visszatérbe, és mindenféleképpen egy ilyen Britney Spears-szerű táncos zenés produkciót akartak faragni belőle, és hát Blunt sokáig hezitált ez ügyben, mert úgy gondolta, hogy a színpadi mozgás azért az nem az igazi, hogy nem tud annyira táncolni, de ezt az később azért orvosolta, sok mindent szeret fel a színészi pályá során, és hát Judi Dench volt az, aki végül kategórikusan elmondta neki, hogy figyelj, választanod kell, hogy vagy színésznő leszel, vagy énekesnő, vagy a kettő együtt, ez nem fog működni. És hát szerintünk jól döntött. Így van, nagyon sok jó filmben láthattuk őt, például a Holnap határa című filmben. Igaz, hogy majdnem megölte Tom Cruise-t a forgatáson, de hát ez mellékes. Van az a jelen... lehet, ő nem is öregszik, nem halhat meg. Hát egy kicsit azért öregszik, de meg úgy véljük, hogy nem halhat meg, aztán egyszer csak meg fog ő is halni. De biztos, hogy bevonul a Halhatatlan a csarnokába, de most nem Tom Cruise-ról van szó, hanem Emily Bluntról, aki majdnem megölte Tom Cruise-t, méghozzá abban a jelenetben, amikor egy ilyen furgont vezettek, és felvették ezt a menekülős jelenetet, amikor Doug Liman a rendező azt mondta, hogy nem mentetek elég gyorsan, vegyük föl még egyszer, jó lesz, hogy kicsivel több gázt adjál neki. És akkor így jó, mondta Emily Blunt, hogy akkor jó, akkor rátaposok a gázra, rá is taposott, és akkor Tom Cruise mellett egyszer csak így elkezdett ordibálni, hogy fék, Istenem, fékezz, és kussoljál már, ne legyél már ilyen beszari, mondta neki. Aztán a következő pillanatban neki mentek egy fának, de szerencsére mind a ketten megúzták élve a dolgot. Na, pedig Tom Cruise bírja az ilyeneket. Kiugrik repülőkből, meg nem tudom, házfalon mászik. Jó, de azért neki a frontális ütközéseket nem. Ez valami már az ő tehetségét is meghaladja, tudod. Hát, egyébként majdnem részese lett a Marvel moziverzumnak, azóta se láttuk egyébként szuperhős filmbe, pedig jól lát volna neki ez a szerep is. Nagyon kicsi múlott, hogy ővé legyen a fekete özvegy szerepe, amit ez a Vasember 2-ben öltött volna magára, már készült is a szerepe, csak annyi történt, hogy szerződés kötelezte a Foxnál, hogy játsszon egy készülő új filmükbe, ez pedig a Gulliver utazásai című tragédia lett. És ezért nem tudta elvállalni a szerepet. Egyébként a férje is nagyon közel állt a Marvel moziverzumhoz, ugye később láthattuk is egyébként. A Doctor Strange 2-ben Mr. Fantasticként, de egyébként az Amerika kapitány szerepére volt esélyes, és nem sokkal maradt le Chris Evanshoz képest. Egyébként ugye John Krasinskivel egy lőtéren volt az első randijuk. Krasinski úgy volt vele, hogy hát én kevés vagyok ez a csajhoz, igazából tök mindegy, hova viszem, elviszem egy lőtérre lövöldözni, hát úgyse lesz belőle semmi. 9 hónap múlva megkért a kezét, és rá egy évre össze is házasodtak. Romantikus. Nagyon. Szerencsés Krasinski. Ja. Aztán a lőtéri tudás biztos jól jött a hang nélkül. Ott azért, amikor a shotgun-t. Na de ennyit a csodálatos Emily Bluntról, viszont mielőtt rátérnénk a hét kérdéseire, mindenképpen nézzetek fel az IGN Showban, ugyanis Jurassic Parkos, Harry Potteres és Stranger Things-es cuccaink is jöttek, úgyhogy kedvetekre válogattok. Most pedig lássuk a hét kérdéseit.
Kezdjük is mindjárt a kedvenc rovatunkkal. Gyors kérdések, gyors válaszok. Én nem árnyék boxa? De nyugodtan. Szerintetek mennyi esély van egy Dead Space filmre vagy sorozatra? Hát ugye sokáig úgy volt, hogy John Carpenter csinál egyet, és nemrég megint elszólta magát, hogy ő ugyan már nem rendez Dead Space filmet, de a legjobb tudomása szerint készül. Marha jó lenne egy Dead Space film. Igen, igen, abszolút adnánk. Ha már ennyi remake, tudni valamit a Legacy of Kain franchise-ról? Nos, kezdhetünk reménykedni, még csak óvatosan, de ugye az Embracer Grouphoz kerültek a jogok, és egy kérdőívet adtak ki, amin többek között az is kérdés volt, hogy a Legacy of Kain szeretnék-e viszont látni a rajongók, és azt mondták, hogy olyan eszméletlen sok visszajelzést kaptak rá, hogy most nagyon-nagyon átgondolják, hogy mi legyen a sorozat sorsa. Úgyhogy ha még nem is készül, de hát nagyon reméljük, hogy előbb-utóbb viszont látjuk. Van esélye Marvelnek visszajutni a csúcsra a negyedik fázis döcögése után? Hát ugye a negyedik fázis leginkább kreatív módon döcögött. Bevételi szempontból azért nagy panaszuk nem lehet. Ugyan a Fekete Párduc 2 már közel sem hozott annyit, mint az első rész, de ez lehet, hogy a szereplő választásnak vagy váltásnak is betudható, illetve a Covid is betett a bevételeknek. De volt egy Pókember 3-unk, amit majdnem 2 milliárd dollárnyi ember megnézett, úgyhogy bevételi szempontból a Marvelt nem kell félteni. Hogy fogják ezt kreatív módon folytatni? Ugye az tény, hogy hatalmas hype övezte a harmadik fázisnak a végét, a végtelen háborút és a végjátékot, és azt a hype-ot azt nem láttuk viszont azóta sem. És ugye most elindult a Hangya 3-mal az ötödik fázis, ami hát nem sikerült olyan jól, ugye van spoilermentes kritikánk, meg spoileres kibeszélünk is a témában. Ez egy kezdő lépésnek elég halovány, de meglátjuk, hogy mi lesz a folytatás. Ugye Kevin Feige-t mostanában faggatták, ő azt mondta, hogy tévésorozatból majd azért kevesebb lesz, tehát nem fogják egymást követni a különböző hősökkel, meg stílusban készülő tévésorozatok kicsit visszavesznek a tempóból. Szerintem ez egy jó dolog, mert ugye csomó ember van, aki nem látta a tévésorozatokat, például nálunk is ugye nem volt még Disney+, ezért nem tudtuk ugye elérni legálisan ezeket a sorozatokat, sokan nem is tudtak a létezéséről, és úgy ültek be a filmekre, hogy fontos információkról maradtak le, amikre ugye a sorozatok adtak választ. Ebből egy kicsit visszavesznek, és a filmekre fognak összpontosítani, illetve arra, hogy legyen egy nagy átívelő történet, ami így az egésznek a középpontjába áll. Én ezt utóbbit adnám, mert a negyedik fázis az hát igen. Nagyon szétesett volt ilyen szempontból, úgyhogy hát reméljük visszatérnek a csúcsra. Szerintetek mennyire eshetnek vissza a PS5 exkluzív játékok eladása, úgyhogy egy év után bekerülnek a PS Plus-ba? Az, hogy egy év után bekerülnek ezek a játékok a PS Plus-ba, az egyáltalán nem garantált. Ahogy mi észrevettük, a Sony teljesen ilyen egyedi elbírás alapján nézi meg, hogy épp melyik játékot tegyék be a kínálatba. Az viszont valószínűleg tűnik, hogy az eladásoknak nem tesz jót az, hogyha bekerül valami a PS Plus-ba. Ugye a Microsoft eddig nagyon kiállt amellett, hogy Game Pass nagyon-nagyon jót tesz az eladásoknak, a bevételeknek, minden. Aztán most ugye az Activision Blizzard felvásárlása kapcsán ezért felszínre kerültek olyan információk, amiben a Microsoft azért elismerte, hogy a játékok eladásai, amikor éppen a Game Pass-ben vannak, akkor azért nem mennek olyan jól. Tehát nyilván ez inkább arra szolgál, hogy minél több felhasználót hozzanak magukhoz, és azért, hogyha ezek a nagy címek bekerülnek kvázi egy jelképes előfizetés, annyira nem is jelképes előfizetés keretében egy szolgáltatásba, akkor onnantól kezdve azért több játékos vetheti rá magát, mert ez egy 30 ezer forintos játékot, az mégiscsak azért főleg itt kis hazánkban azért az nem kevés pénz. Most hogy abszolút a streamer szolgáltatóknak látom visszaköszönni ebben, mert ugye ott is az volt, azért pukkadt ki félig mindig a streaming piac, mert hogy túl sok kontentet, túl drága kontentet nyomtak bele a streaming szolgáltatókba, abban bízva, hogy majd a felhasználói szám, meg az előfizetői szám majd visszahozza ezeknek az árát, és azt lettek, hogy nem. Igen, igen. Hát nyilván a játékunk nem más, mert hogy ott még kiegészítőket, DLC-ket lehet venni, meg ami kikerül a szolgáltatásból, azzal utána, ha lejár az előfizetésed, akkor nem tudsz azokkal a játékokkal játszani, hiába van benne megkezdett állásod. Vagy ja, hát ez a filmekkel, meg a sorozatokkal is így. Mondjuk nem DLC-k jönnek hozzá, de azok is lekerülhetnek, illetve persze, ha nem fizetsz el, akkor nem hát nyilván. Úgyhogy az eladásoknak nem tesz jó, de szerintünk a Sony ezt jól fogja menedzselni. A hét tényleges kérdését GamerGuy4868 tette fel, aki az iránt érdeklődött, hogy miért tűntek el a pontszámok a játék kritikáknál is.
Hát nehéz szívvel hoztuk meg ezt a döntést, de mint tudjátok, ugye a sorozatok és a filmek esetében már régóta nincsen pontszám a kritikáknak a végén. Ez egyfelől nyilván sokaknak hiányozni fog, mert mindig biztosak lehettek benne, hogyha a videó végére tekernek, vagy a teszt aljára, akkor ott lesz egy egyetlen pontszámba sűrített értékelés. Csak ezek az értékelések, azt vettük észre, hogy egyrészt nagyon csalókák voltak, ugye, azt tudni kell, hogy mi azokkal a játékokkal, filmekkel, sorozatokkal foglalkozunk leginkább, amikről látjuk, hogy népszerűek lesznek, sokakat érdekelnek, és ezért már eleve szűkül a merítés, és a nagyon-nagyon rossz, tehát mondjuk a Steam szemetével nem foglalkozunk, ahol bőven ki lehetne egy-két pontokat osztogatni, és így leszűkül ez a keret, amiből válogatunk, és így a pontszámok sem lesznek talán annyira relevánsok, mert pont az amerikai IGN is egy hosszabb cikkben fejtette ki, mert hogy őket is a kommentelőik nagyon sokszor kérdezték arról, hogy lehet az, hogy ennyi 7 pontos játékok van, és majdnem minden 7 pont, minden film, sorozat, játék, rengeteg, ami 7 pontot kap, mert ez egy ilyen középérték, és hát ők is ugyanezt a választ adták arra, hogy hát a merítés, amennyire szűkül, igyekeznek a minőségi cuccokra fókuszálni, és így a pontozás egy kicsit így értelmét veszti ilyen szempontból. Másrészt azt vettük észre, hogy nagyon sokan nem olvassák el, vagy nem hallgatják végig a tesztjeinket, hanem csak a pontszámig igyekeznek minél gyorsabban eljutni, és hiába van előtte akár 10 percnyi kifejtése a szövegben, hogy miért tartunk jónak egy játékot, mik a hibái, mihez kellene mérni. Egy pontszámban nagyon nehéz ezeket összesűríteni, hogy az mindennel összevetve, minden más játékkal, más műfajokkal, más tesztelőknek az értékítéletével, hogy ez megállja a helyét. És hát nem szeretnénk azt, hogyha a tesztelőink is rengeteg munkát fektetnek abba bele tényleg, hogy a lehető leginformatívabb anyagokat tudjuk nektek megmutatni, és hogy egy pontszám miatt tulajdonképpen az ő munkájukat így rengetegen így nem is tudom, semmibe vegyék. Amiket a Gáspár említett, azok mellett a filmrovatban azért töröltük elsősorban a pontozást, mert azt vettük észre, hogy az emberek nem tudták helyén kezelni a pontszámokat, tehát nem szabad összehasonlítani egy kisfilmre adott 6 pontot egy hatalmas nagy blockbusterre adott 6 ponttal, mert egészen más körülmények között készült ez a két film, meg vannak olyan filmek, amik tudjuk, hogy nem voltak annyira jók, de igazából élveztük, és akkor most erre adjunk 6 pontot. Közben voltak olyan filmek, amire azt mondtuk, hogy az életemben többet nem akarom újra látni, viszont nagyon-nagyon jó volt, ez 10 pont, és akkor az emberek azt fogják mondani, hogy miért adtál 6 pontot erre, amikor erre 10 pontot adtál, és közben meg azt írott, hogy nem akarod többet megnézni, erre meg azt írtott, hogy egész jól elszórakoztál vele. Nem, hogy a pontszámok nem fejezik ki azt a sok-sok gondolatot, meg érzést, meg véleményt, amit előtte felsoroltunk. Egyszerűen nem lehet egyetlen egy számadatba sűríteni szerintem ezeket. Igen, hasonlóan, és talán észrevettétek azt is, hogy a játékoknál ráadásul más a helyzet, mert technikailag, hogyha jól működik egy játék, akkor nagyon nehéz már alacsony pontot. Mondjuk jó a grafikája, jól működik technikailag, de mondjuk tök rossz a sztori benne, a gameplay elmegy, és akkor ebből mi jön ki? Tehát mi az, amit hangsúlyosnak gondolsz egy játékba? És nagyon nehéz mondjuk egy technikailag jól megcsinált játékra azt mondani, hogy 4 pont, mert egyébként tök rossz a sztori, nem ránt be, és a játékmenet meg csak közepes. Szóval ezek az értékek is össze-vissza csúszkálnak, mindenkinél más a fontos, még a saját tesztelőink körében is van, aki inkább a játékmenetet részesíti előnyben, valakinek nagyon-nagyon fontos a sztori, vagy ez a világ, hogy berántsa, és ezeket pontszámokkal degradálni, vagy egyetlen értékbe összesűríteni, ezeket nagyon nehéz, és akkor még ott vannak, hogy ha ez a játék 3 évvel ezelőtt ennyi pont volt, akkor ez hogy lehet, hogy ez, ami itt van, az meg ennyi pont, mert tudom én, a God of War-nál is ugye nagyon megosztottak a vélemények, mert minden tekintetben a God of War Ragnarök technikailag jobb, és most az elsőnek viszont jobb volt a sztoria, akkor az hogy lehetett csak 9,5, ez 10 pont, tehát nagyon nehéz ezeket, olyan gyorsan fejlődik a technika is például a játékoknál, hogy tök nehéz összevetni, hogy egy 3-4 éves játéknál is már néha olyan léptékekben eltérnek ezek a dolgok, hogy... Meg ez a pontozás is ilyen egyéntől függő, tehát egy tesztelőnek lehet, hogy az egyik tesztelőnek a 8 pont az teljesen mást jelent, mint egy másik tesztelőnek. Lehet, hogy azt mondja, hogy nem volt rossz 8 pont, a másik, hogy nagyon jó volt 8 pont.
És akkor utána azt fogja látni az olvasó, hogy mind a két játékra 8 pontot adtál, és közül teljesen más dolgokat írtál. Igen, és hát simán van, hogy a szerkesztőségen belül is komoly viták vannak a egyes filmek, sorozatok, játékok megítélésével kapcsolatban, és szerintem, vagy szerintünk erre sokkal jobb megoldás, ha tényleg a komplett szöveget, amit megírunk, vagy felmondanak a narrátoraink, azt meghallgatjátok, elolvassátok, és akkor onnan egy tényleg egy teljes képet fogtok kapni, hogy mire is gondoltak. Igen, meg van egy teljesen nyilvánvaló oka is a pontozás elhagyásának a játékrovatban, ugye a filmrovatban már egy több mint egy éve nincsen, és azt vettük észre, hogy sokkal több időt töltötök a filmkritikák olvasásával azóta, hogy nincsen pontszám. Ez azt jelenti, ebből azt szűrtük le, hogy elolvassátok a filmkritikákon, míg a játékkritikáknál sokan csak legörgettetek az aljára, és megnéztétek a pontszámot, és utána bezártátok. És másodperceket voltak sokan az oldalon, és már az első tesztek alapján látszik, hogy emelkedik ez a szám, tehát tényleg többen olvassátok el a szövegeket, úgyhogy nagyjából ez az oka annak, hogy elmarad mostantól a pontozás a játékrovatban is. De mindenképpen kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre is ezzel a témával kapcsolatban. Nem fogjuk visszahozni a pontozást, viszont szívesen meghallgatjuk, hogy ti hogy vélekedtek a pontozás létéről, illetve nem létéről. GamerGuy-nak köszönjük szépen a kérdést, természetesen ajándékot küldünk még az IGN Shop felajánlásával, méghozzá ezt a Cyberpunkos zoknit, ami ránézésre 8,5 pont, nem tudom, Zalus, te... Én nem pontozok. Nem pontozol, de el fogjuk küldeni neked. És természetesen továbbra is várjuk a hét kérdéseit, ez alá a videó alá a hét kérdése hashtaggel, próbáljuk őket megválaszolni a magunk módján, a jövő héten pedig újra találkozunk a Starttal, addig is. Sziasztok! Sziasztok!